Hello mindenki, látszoljuk, ez pedig itt az Assassin's Creed Odyssey Legacy of the First Blade 13. része. Ez a részben itt hagytuk abba, hogy olyan fölküldetést vállaltunk el, amivel az athéniai generálisnak, illetve az embereit kell kiszabadítanunk, akik elvileg itt vannak a parton. Nézzük csak körül. Jó, 52-es szintűek. Csak nem lesz belőle probléma. Csinálok egy ilyet. Aztán egy ilyet. Aztán egy ilyet. Vissza így. És több nincs. Na már, ezek megbögdöstek. Na gyere. Oké. Most igen rossznak elvettem a szórakozását, de hát az van. Bum. Kész. Nála van valami. Többieknél semmi több. Jó, akkor őt kell először kiszabadítanom. That Spartan dog will pay, boys. She'll pay. That must be the Athenian Darius was talking about. What are you doing here? Rescuing you if you keep your voice down. Oké. Elvileg megvan. Jó van, menjünk, haladjunk. Olyan, hogy jönnek szembe. Innen látom. Utolsó. Jó. Igazából meg vagyunk. Nem jönnek szembe még többen, akkor jók leszünk. Amúgy nem tudom, hova megyünk. Ez így. Oké. Beszéljünk vele. Thank you. What do I call you? Eagle Bearer. Nem érdekes. Most people call me Eagle Bearer. The what? You heard me. It just... I've heard the stories we all have, but I never thought... I don't have time for stories. Right, right. It's these Malakes Spartans. We desperately need to loosen their grip on this region. Will you help us? Yep. At the moment, I'm not a big fan of the Spartans. Or their friends. The Persians. You know. I know those cursed Spartans are richer than I've ever been, and should have run out of resources years ago. I was told to give you this. It seems we have common enemies. I can help you and your allies with your plan, but to do it we must kill the Spartan leader here in Messenia. What's so special about this particular Spartan? He is a butcher. He's killed more Athenians than anyone, and he takes joy in it, I tell you. We know his location, but my men and I haven't been able to get close to him. You'll find it easier with me around. There. Okay. That's his fleet. Oh, persze. His fleet, you say? Jó. Ó, hirtelen itt van az adresszia. Akkor az lesz az én hajom? Ja. Azt hittem valahol máshol lesz, de hát... Ja. Lássuk. Felpattanok erre a kis ladikra, és elmegyek az adresszjáig, ami kb. 100 méter, de mégse úszok. Hopp. És akkor teljes gázzal elvileg előre. Nem lesz egyszerű, előre látom. Ezt a kis picikét talán még le tudjuk gyűrni. Most amúgy kitámadnak kit, meg kit nem. Jó, ezt benéztem. Meg akarom szállni, vagy nem tudom. Ó, oh, elite nem itt. Jó, ezt nem pont így gondoltam, de oké. Aztán ez úzzon a hajó. Oké, sikeresen belerúgtam a izébe. A fába. Egy láda, meg itt egy láda. És elvileg már csak egy nem, meg van azon kívül kettő. 3 darab hajó van még hátra. Mindegyik ilyen kis kicsinek látszik. Hoppá, ezt nem így akartam. Take command. Rácsasztél. Most kitámad minket. Yes. I think we're out of danger and never get too comfortable on these waters though. Kicsit gyorsítsunk, mert elúszik a roncs. Oké, most már csak elvileg egy van, nem 2. Gyorsan támadjuk meg. Micsoda? Milyen küldetés van itt a közelben? Spartan Dog, Spartan Dog. Milyen küldetések vannak még itt? Igen. Valami Xenia. Á! Ó. Oh. Akkor ezért kapunk valami XP-t. Hm, nem is rossz. Akkor ezt mindjárt megcsináljuk, visszaszállítjuk. Csak előtte még ezt a 2 hajót én le akarom igázni. bele a vízbe. Bum. Itt van egy láda. Meg ott van még egy, oké. Okay. Rendben. Ó, oh, közben meg fejdíjat kaptunk a fejünkre. Másik meg elúszik a francba. Ezt nem hiszem el. Elúszik az az egy hajó. Remélhetőleg hamar utolérjük. Na, már látjuk is. Hát az egy picit nagyobbnak tűnik. Azért egy kicsit nehezebb is lesz. Mindjárt kiderül. Most megállt. Raise the sail! Full speed! Slow! Majdnem rossz csónaknak mentem neki. Egy rossz hajón. Na majd most. This is making this new level. Everybody brace! Jó. Fordul. Gyorsul. Egész sokan vannak. Nagyon összejött. Hopsz, ezt elrontottam. Jó, már csak ő van elvileg. Oké. Okay. Nincs egy láda se? Komolyan a nagy hajót hagyom utoljára, és nincs egy láda se rajta. Nem hiszem el. Oké. Oké, vissza kell térnünk. Aki amúgy itt van, és az lesz a legjobb, ha én most hajóval megyek vissza, ugyanis oda nincs gyors utatás. Sikeresen partot fogtam. De mondjuk Kassandra azt mondta az út során, hogy nem érzi magát túlságosan jól, erre Barnabás rávágta, hogy áldozni kellett volna Poseidonnak, még mielőtt elhagyták a szigetet. Erre Kassandra élből rávágta, hogy majd mindjárt ő áldoz neki, és belrókázott a tengerbe. Erre Barnabás rávágta, hogy legközelebb szerezünk inkább kecskét. Szóval, igen. Elég érdekes. Na, itt vagyok, Lizu. That Spartan dog is just a memory now. You did it? Persze. A Spartan butcher was no match for me. Of course. So about the letter you gave me. I'll need you to live up to your end of the bargain if you want the Persians out of Messenia. You can count on our help when you are ready. Amen. Kösz. Spártai kutya. Térjünk vissza Dariushoz. De jó. Hol van? Végül is, ja. Viszont előtte még gyorsan intézzük el ezt a chaoszi kis mellékküldetésünket, ugye ez a Recruitment Drive. Gyorsan dözzünk el ide, és akkor le tudjuk ezt is. A csapda felállítva, új küldetés. Bird of Feather. Érdekes. Gyorsan leadom ezt a küldetést, aztán igazából mellékküldetéssel annyira nem akarok foglalkozni. Most már. Nem a DLC részével leginkább. Csak hát ha vannak ilyen küldetések, amiket félbehagytunk, vagy nem tudtunk megcsinálni, mégis ott vannak, vagy hát ilyen folyamatos küldetésnek mondhatók, azokat le fogom adni, és akkor legalább XP-t kapunk, meg pénzt. Más nem. Inkább a lépcsőt választom, mert az gyorsabbnak tűnik. Hello. Yes. What kind of message do you want to send? Sinking some ships while flying her colors should do the trick. That's one way to do it. We're still pirates. We've a reputation to uphold in these waters, and nothing says respect me like a bit of blood spilling. Sounds to me like you're weakening the competition. Chaos not big enough for your ambitions? If we're going to take more territory, we wouldn't be hiring the likes of you. We do it ourselves. Best way to prevent an attack is to strike first. No arguments here. Okay. Elpusztítottam a hajókat. I've sunk the ships. I knew I liked you. Xenia will be pleased that her waters are back under her control. Flattery is fine, but I'm here for the bounty. Of course. 3390 XP. Káosz színeit is megkaptuk. Yeah, 35100 XP-t kaptunk. Már megérte. És akkor... ja, itt most mutatja, hogy megkaptuk konkrétan ezt. Meg... tudjuk fejleszteni. Ezt fejlesztjük is. Fejlesztjük még ezt. Ezt. És kifogyott minden, nem tudunk többet fejleszteni. Kultisztok közül, vagyis hát most már nem kultisztok, hanem... belőle nem tudtunk meg semmit. Igazából akit felfedeztünk, azt meg is öltük, szóval ennyi volt. Miért léptem ki, nem tudom. Igen, ez az. És akkor most gyors utazás vissza erre a részre, mert ugye itt vár minket Darius. Yep. Na. Úgy meg itt vannak a hullák, amit előző részekben itt hagytam véletlenül. Vagy nem tudom, lehet, hogy ezek már frissek. Bármi előfordulhat. Meglátjuk, mi lesz. A csapda fel van állítva végül is. Nem tudom, mire céloz Darius. Vagy mire nem. Majd talán mindjárt kiderül. Hol vagyok? Oda fel kell mennem. Ja. Itt van Darius kis irodája. Ó, interakt. Aha, oké. We've weakened the order. Now what? Now we move on to the next part of the plan. We'll take the order down under the cover of night. I have an Athenian general to speak with. I'll return to the lumber yard to prepare our next steps. Pebble? It's not safe here. I was asked to pass this to you, Eagle Thunder, by a man in a mask. Ojej. Pebble, you have to go. And don't speak to any more masked men, understand? It's not safe. Yeah, yes, Eagle Thunder. Nehogy úgy járjál, mint Phoebe. Man with a mask? Rosszat sejtek. Meet me at the graves in Epia. What is the order up to? Na de jó. Oké. Okay. Jó. Valakit felfedtünk. Aha, ő lesz az. Te vagy a Gergis. And we all have doubts. Aha. Jó. The last magic. Oké. Okay. Nem biztos, hogy jó ötlet, de hát legyen úgy. Merre van? 300 méterre arra. Nem biztos, hogy Darius tudta nélkül jó lenne oda elmenni, de hát mit van mit tenni, hát most elment beszélgetni valakivel. Nekünk meg hát lépnünk kell az tettek mezejére, mert Kassandrának zapszem van a fenekébe, tudja? Bánat, nem tudom. Képzeljétek, amit akartok. Nem. Nem. Ó, itt a forge. Oké. Fogalmam sincs, hol vagyok. A városnak ezen a részén még nem jártam szerintem. Hol tudok itt kijutni? Talán itt. Yes. Aha, ott van valaki. Halló. Te vagy az, akivel találkoznom kell? Eagle Bearer, well met. I see you got my note. I'm surprised I'm still alive. That could change. Hasty. No need to be hasty, Eagle Bearer. Let me introduce myself. My name is Yeris, the last Magi of the Order. I've been eager to meet you, Kassandra. May I call you as such? Hívja, hogy akarsz, ne hívj Kassandrának. I don't really care what you call me. Confident. I like that. Give me one good reason not to put my blade through your throat. Where is Amorghiz? Where is my son? I have the answers you seek, Kassandra. I know what happened in Achaea, in the village called Vime. Vime? What do you know? Tell me! I was there. Things are never what they seem. Your reality is limited to what you perceive. Ride with me. I've been wanting to speak to you. Miért? I'll show you how beautiful our world can be. Shall we? One wrong move. I understand. This way. Where are you taking me? Somewhere nice. I want to learn more about you. I don't trust you. I followed your journey from the beginning. I've written quite a bit about you, actually. In fact, some of my most popular work is about the Eagle Bearer. In addition, I've heard of your tales from our friends. The cult? I didn't think the cult made friends. Allies then, if you prefer. Miért megyünk az erdő fele? Hova akarsz vinni? Valószínűleg csapdába. I've written many stories scattered across the Greek world. I spread the word of our doings, of our heroic deeds. Heroic? You call murdering innocents and burning villages heroic? Narrow. The Order sees things from a broader perspective. We do not seek ephemeral peace. Our work is eternal. Laka. Aha. Orikal, come on. Look around us. Such promise. You must be wondering why we hunt you. I've killed enough of you to have an idea. Ah, you're a force of nature, Kassandra. Have you noticed? Danger is drawn to you like vultures to a battlefield. So we simply cannot allow you to exist. You'd kill someone because of their blood? You disgust me. We are not the enemy. Have you considered yourself? In our eyes, you are the manifestation of turmoil, disruptor of peace. Don't be so quick to judge, Cassandra. There are many perspectives. No. Hova viszel? Jézus, hova megyünk már? Look at that view. Messenia. Quite a beauty, isn't she? Get to the point. I know what happened in Vime. How Natakas died. Again? Are you brave enough to hear the truth? I want to know everything. Na, érdekes lesz. We saw no one at the beach that day. No Natakas, no child. They had escaped. Oh, so we thought. Until we heard a cry. It was coming from a ship, wrecked on the shore. The soft but unmistakable cry of a child. Elpidios. There was nowhere to run. Natakas tried to resist them. It was futile. The baby was all that remained. No. I will find Amorghiz. I'm sure he would expect you to try. What do you want from me? Our stories are written by a rare few who have the power to shape them. It's not every day I can speak to someone like you. There are no absolutes, Cassandra. Not even with tainted ones. You are fireborn with the potential to destroy, but also to warm, to cast a light in the dark. A warmth you try to destroy? People die, Cassandra. Eventually we'll all be forgotten, fading away like a distant dream. Our actions, however, if they're meaningful, will be remembered. Tell me, what do you want to be remembered for? Bátorság, ruthlessness. I want to be remembered as someone who never backed down from a fight, even if the odds were stacked against them. Insights. Such wonderful insight. Thank you. And now we must part. The question is, will you allow me to live with my life? Elengedjük. Mert igazából nem ártott nekünk, sőt segített valamilyen szinten. Ha elengedjük, akkor meg tudjuk ölni máskor, talán. De nem biztos. Ha most megöljük, akkor ugye egyel kevesebb ilyen rendtag lesz. Hát, igazából neki méljük meg, mert Hát mondjuk nem is ártott nekünk, nem is. Hát valamilyen, menjen. Leave. Before I change my mind. Your baby, Elpidios. He's safe. That much I can tell you. It was a pleasure to meet you, Kassandra. The next time we meet will likely be the last. Az így van. Natakas, Elpidios, I'm sorry. Jó. Ó, szintet léptünk. Csodás. Jó, akkor osszuk el azt az egyet. Mire tudnám elosztani? Konkrétan minden megvan már. Na, legyen ez. Jó lesz. Jól van, és akkor a következő küldetés... Smoke and Fury. Hova kell mennünk? Oda. Természetesen, ahol nincs gyors utazás, csak azért is. Jól van, de akkor szerintem most itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek, ha tetszett, iratkozzatok, felnyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet, következő részben pedig beszélünk akkor Dariusszal, és meglátjuk, mi lesz a következő feladat, hogy mit terveznek még az rend ellen. De amúgy most nem rossz gombot nyomtam meg megint, őt még mindig? Lehet, hogy őt már nem tudjuk megölni. Mindegy, meglátjuk. Már ugye még van kettő, akit ugye nem is ismerünk konkrétan. Egy, na jó, három. Szóval igen, meglátjuk, mi lesz. Szóval következő részben találkozunk. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót. Sziasztok!